Mindig is el szerettem volna utazni Indiába, viszont most ehhez nem kellett megtennem több ezer kilométert, hanem csak párat. De hogy igazán autentikus legyek és igazán át tudjam érezni ezt a kultúrát, az első, hogy átöltözöm. Mit fogok én most felvenni? Választani fogunk ezek közül a szári közül egyet, amelyik a legjobban tetszik. A szári egy nagyon egyszerű viselet, mert nem kell méretre szabni, ugyanis az egész anyag egy körülbelül 6 méteres anyagdarab. Nagyon sokféleképpen hordják ezt Indiában, több mint 100féleképpen föl tudják venni a szárit. Attól függően egyrészt, hogy milyen családba születtek, illetve hogy mi a munkájuk a hölgyeknek. Én már elvesztem a részletekben, hogy olyan 6 méteres anyag így össze-vissza van. Jelentenek amúgy valamit a színek? A hölgyek esetében egy szín van, aminek jelentősége van, az a fehér. Az özvegyasszonyok szoktak fehéret hordani, akik lemondtak már a világi hírságokról és visszavonultan élnek. Akkor én készen is állok. Kész. Tehát. Nagyon jól áll. Lehet tudok akkor vegyülni. Az India Varázsa Fesztivál már nem először kerül idén megrendezésre. Ötlete onnét jött, hogy minden évben megszervezzük Krisna völgyben, Somogy Vámoson a Krisna völgyi búcsút, de panaszkodtak sokan, hogy pont nem értek rá azon a hétvégén, és hogy nincsen olyan lehetőség, ami Budapesten elérhető. Úgyhogy innét jött az ötlet, hogy India varázslatos kultúráját itt a fővárosban is elérhetővé tegyük az itteni közönségnek. Ez nagyon jó. Ez egy nagyon különleges, egy igazi tradicionális indiai étel. Úgy hívják, hogy uttapam. Ez egy ilyen kis sós csemege, és az a különlegessége, amellett, hogy nagyon finom, nagyon egészséges. Ez teljesen gluténmentes, igazából rizslisztből, és egy indiai babfélének, az uraddának a rizséből készül. Elég meleg még, azért óvatosan, de fogod érezni, nagyon különleges, kicsit ilyen savanykás, sós íze van. Nagyon finom. Minden táncnak jelentése is van, úgyhogy ezért készjeleket használunk. Ugye van a fuvala, amit oldalt tartunk. Ugye az egyik kezet fönt, a másik meg. Igen. De így. Oké? Okay. Igen, igen. Jó, meg vagyok. Először lépjünk egyet előre, és kitesszük jobbra a csípőnket. Az a kézjelet váltunk. Ugye ez lesz a szívünk, ugye ilyen kis aranyosan kell nézni. És a következő az a csalfa, fekete kígyó, aki elrabol mindent, ugye mint egy ollót mutatnánk. Ezzel pedig megint előre megyünk, és mutatjuk, hogy ugye egy kis kacskaringó sem, mint egy kígyó elrabolja a lányok szívét. Ugye ez a tradicionális táncnak az egyik alapvető lépése. India kultúráját nagyon szépen meg lehet ismerni egy esküvőn való részvétel által, hiszen az esküvőben nagyon sok kulturális elem összpontosul, mind az öltözködésre vonatkozóan, mind az egymáshoz való viszony kapcsán. Egy pár éve várok erre, de nem sokkal jobb volt, mint amire számítottam, és nagyon boldog voltam. És tudtam, hogy nagyon szép, de most ilyen szépnek még sosem láttam. Nagyon jó volt látni az embereknek ezt a lelkesedését, hogy olyan volt, mintha mindenki így együtt örülne nekünk, és nagyon sokat adott nekem, hogy itt volt a családomból mindenki, olyanok is, akikkel esetleg régebb óta nem találkoztunk, és vendégek is, mindenki nagyon-nagyon ilyen boldog volt. Sokan szokták kérdezni, hogy ezek a nyilvános esküvők, ezek vajon nem ilyen megrendezett színpadi műsor-e, de igazából nem, hanem ez tényleg valóban a védikus esküvőjük, amit így megosztanak a nagy közönséggel, és ez is mutatja azt, hogy Indiában nagyon fontos az embereknek az, hogy megoszthassák az örömüket másokkal.